Az iskola őrség félmegoldás. Az elmúlt évtizedek kormányai teljesen figyelmen kívül hagyták az iskolai erőszak problémáját. A Fidesz csak az iskola őrség látszat megoldásával hárította a felelősségét. A tanulni nem akaró, iskolatársait hátráltató diákoknál nem egyszer előfordult már, hogy tanáraikat is igyekeztek megfélemlíteni. Az iskola őrség bevezetése óta a probléma nem szűnt meg, csak átkerült az iskola falain belülről, az intézmény melletti buszmegállókba, a kerítés túloldalára. A Mi Hazánk mozgalom szerint ennek a helyzetnek az orvoslására a speciális vagy szegregált osztályok létrehozása lenne a megoldás. Ide viselkedés alapján sorolnák a problémás tanulókat, tanáraik tapasztalatai alapján, viselkedés pszichológus segítségét igénybe véve. A problémához hozzátartozik, hogy az ország azon részeiben, ahol ez a kérdés hatványozott, a tanári fizetés sokszorosáért sem hajlandóak oktatók munkát vállalni, félve az atrocitásoktól. Az általunk javasolt szegregált oktatásban elképzeléseink szerint speciálisan képzett pedagógusok tanítanának, tanársegéddel ellátva. A speciális osztály mindkét félnek pozitív kimenetellel alakulna, hiszen mindenki a maga közegében tudna tanulni. Nem húznák le egymást a diákok, a problémásabb tanulók pedig nem kerülnének hatalmas hátrányba társaikhoz képest.